Az autó kedencein belül kétféle módon is ki tudjuk jelölni a rajzelemeket. Az egyik módszer a céldoboz, amely a szárkereszt közepén helyezkedik el, a másik módszer pedig a kijelölő doboz, amellyel több elemet is ki lehet jelölni egyszerre. Az első esetben jelöljük ki a rajzelemet a céldobozzal, ilyenkor csak azokat az elemeket fogja kijelölni a rendszer, amelyeket a szárkereszt közepén látható méretű céldoboz elmetsz. Ha most ráklikkelek erre a vonal rajzelemre, akkor mivel elmetszi a doboz, kijelöli a rendszer. Ha egy másik rajzelemre is ráklikkelek, és elmetszi a céldoboz, akkor azt az elemet is ki fogja jelölni a rendszer. A kijelölést úgy tudom megszüntetni, hogy megnyomom az Escape billentyűt. Rendben van. Az elemenként való kijelölés nagyon sokszor elég és hasznos, de sokszor arra is szükség van, hogy több rajzelemet jelöljünk ki egyszerre. Ilyenkor klikkeljünk a modelltér egy tetszőleges pontjára, fontos, hogy ne legyen a céldoboz alatt semmilyen más rajzobjektum, majd mozgassuk meg az egeret. Megjelenik a kijelölő doboz. Ha bal oldalról indítottuk a kijelölést, akkor a céldoboz háttérszíne kék, és folytonos a kerete. Ez azért fontos, mert ilyenkor csak azok az elemek fognak kijelölődni, amelyek teljes terjedelmükkel a kijelölő dobozon belül találhatóak. Azok az elemek, mint például a jobb felső sarokban látható kör, amelyet csak elmetsz a kijelölő doboz, nem fog kijelölődni. A bal egérgomb lenyomásával tudjuk a kijelölést véglegesíteni, és láthatjuk, hogy csak a kör és a körív lett kijelölve. Ha azt szeretnénk, hogy azokat a rajzelemeket is kijelölje a rendszer, amelyeket elmetsz a kijelölő doboz, akkor jobb oldalról indítjuk a kijelölő dobozt. Ilyenkor a doboz háttérszíne zöld és szaggatott keretet kap. Láthatjuk, hogy ebben az esetben az egyenes és a jobb felső sarokban látható körív, amelyeket csak elmetsz a kijelölő doboz, ki fog jelölődni. Ez nagy különbség az előző módszerhez képest, és sokszor valóban hasznos, ezért ismerni kell. A kijelölt rajzelemeket pedig a DEL billentyű lenyomásával tudjuk kitörölni. Tegyük is ezt most meg. A kijelölt elemeket, vagy bármilyen parancsot pedig egy nagyon aranyos parancsori utasítással tudjuk visszahozni. Gépeljük be a parancsolba az, hogy hopp, majd egy enter. Természetesen grafikus úton is meg tudjuk ezt tenni, mégpedig a fejlészbe látható vissza, vagy előre, vagy újra nevű nyomógomba klikkelve. Ezt már más Windows-os programba is megtanulhattuk, ezért részletesen nem térek rá ki.